kosúszás döntője következik, és megnézhetjük, hogy Milán Kristóf ezen az országos bajnokságon is tud-e úgy regenerálódni, mint tette azt Rómában a nagymedencés EB-n. Két győzelem már a zsákban, 100 gyorson és 200 pillangón győzött. Az 50 gyors azért mindig Lutri rajtfüggő is. No meg azért lesznek bőven ellenfele, hiszen Németh Nándor és Szabó Sebastian is készül erre a fináléra, majd Milák jobb, illetőleg bal oldalán. Nagyjából ők hárman a legnagyobb esélyesek az éremszerzésre. Magda Boldizsári lesz majd a 8-as pálya BVSC Zugló 2005-ös születésű versenyzője, mellett pedig Babik Barna úszik majd a 7-esen. Tavaly bajnokság 7. helyezettje. Nell Olivier bronzérmes volt egy évvel ezelőtt, a Staminát képviseli. Milyen nincs itt Szentes Bence, legutóbbi győztes, és Holoda Péter sem a bajnoki címvédő, aki csak a B-döntőben úszhat majd. Itt van viszont Szabó Sebastian, aki ugye kiválóan teljesített, és ugye az 5. világrekordere lett a magyar rövidpályás úszósportnak. Tavaly a kazanyi Európa bajnokságon. Idén egyébként 21.66-ot úszott a berlini világkupán. Remek formában Szabó Sebastian készül majd a VB-re. Milán Kristófot és Németh Nándort láthattuk itt a 4-esre, illetőleg a 3-asra érkezni. Bohus Viárd az iménti győzelemmel a háta mögött, ugye 100 háton tudott nyerni, sok pihenője nem volt. Andor Benedek pedig az 1-es pályán majd a Győri Úszósport Egyesületet képviseli. Miláki a 4-es pálya, délelőtt 21.43-at úszott, ez egyébként egyéni csúcs, egyetlen századdal jobb volt, mint Milák korábbi legjobb eredménye. Várjuk a hasonló fejlődést, majd azért az meglepetés lenne, hogyha Lobanovszky Maxim országos rekordját, a 20.68 másodpercet esetleg valaki meg tudná javítani, megközelíteni, azért meg lehet. Ez ma a második döntője Milán Kristófnak, és nézzük a másik oldalán majd Németh Nándort is, hogy ő mire képes. Kidelfinezés után remekül indult el Szabó Sebastian, hatalmas karcsapásokkal vezet, de Milán Kristóf tartja vele a lépést, és nézzük, hogy a második 25-re fordulva víz alatti munka miként sikerül Szabó és Milák között dől a bajnoki cím. Milák talán egy hajszállal előrébb, Szabó viszont hajrázik, és szerintem ő a győztes. 200-addal Milán Kristóf előtt, Németh Nándor pedig a harmadik, 21-01, nincs végül. 21 másodpercen belüli úszás van viszont Miláknak, egy újabb egyéni csúcs. Szabó Sebastiannak pedig egy bajnoki cím, aki végül megelőzi Milákot. Szakáll kapcsán pedig sokan kérdezték már Sebastiant, hogy ez az új dizájn, ez ami változott, a sebessége szerencsére nem a budapesti világbajnokság óta, és kívánjuk neki, hogy majd Melbourneben az ausztráliai rövidpályás VB-n is hasonlóan hatékony legyen Szabó Sebastian, aki most itt a döntő végén azért vissza tudta verni a trónkövetelő támadását. Hát Miláknak eddig szinte ahány úszása volt, annyi egyéni csúcs, remek forma. Összesen 6 egyéni száma lesz Kristófnak, 2 nyert, 1 második hely, ennyi múlt, így reagál rá, hogy 200-addal azért, ha valamivel esélyesebb, vagy mondjuk úgy a szám specialista, sprinter Szabó Sebastian nyeri az országos bajnoki címet. Németh Nándoré a bronz, Bohus Lihárt pedig a 100 hát után itt egy 22 másodperces 50 gyorsot is teljesít, és ezzel Nell Olivért meg tudja előzni, és ő lesz a negyedik.